Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik közismert szokásuk szerint tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pafánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpeporsz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De hogy is? Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Játsszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet, a medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is. Toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj veszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A kölyök medvegyinkok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkrumplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis baj! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat! Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább! Tennünk kell valami! Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge. Ragyás banánfüge bokrokat arrafelé találtak. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk! Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kuflik megkövették őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjünk le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli.
Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyíkok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a zödön, és kergetni kezdte fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték őket. Ettől Pofánka is jobb kedve derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggeliét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titusz nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titusz még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld! Ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán, sáskám táncát látván, kátrány, hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felébe is. Akkor hát, jó bogyószedést! Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod! Talán mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott! Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé, mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez!
Ne izélj! Ez itt csak egy kupac. Nem kupac, hanem 5371 hógolyó. Egytől egyig én gyúrtam őket. Akkor is kupacnak látszik. Mert álcáztam őket. De nem adok belőle egyetlen egyet sem. Értitek? Ne is álmodjatok róla. Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt, legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kéznél rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek furafejű sárga kufli volt a megoldása. Gyűjtsél te is, figyércet! Napsütötte őszi délután volt. Béla bá lakó ürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos találna valami érdekeset, ha körülnézne a réten. Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok levedle tüskéi. De Undi, ki akarna gyík tüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket! Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? Te izgi! Azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Béla be egy öreg bőröndöt, Titus egy sportáskát, Zödön egy zsákot, Valér a furcsa alakú dobozát, Fityirc pedig... Tényleg, hol van Fityirc? Fityirc, Fityirc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett.
Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán fityírc nélkül indultak el. Vidáman szögdécseltek az őszi virágokkal petyezett réten, amikor Béla bá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak, pikkelyes mászócák! Látod valami milyen szépek? Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerte szétmászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabadtéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet. Dehogy is! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten. Egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyi féle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállnak. Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne. Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pacsolyát gyűjteni? Gondolom, egyenként. Laborba. Az a kérdés, mitől pocsolya egy pocsolya? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pocsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak. Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő fityércbe. Te meg mit csinálsz itt? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik! Ötleteket? Hát heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögre görbítő. Egy lepke lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Hova? Egy boltra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van ez ilyesminek. Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránk esteledik, barátaim. Irány a kupacunk! A kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz? Mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fityércet. Kiáltotta hangosan Titusz, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, én a saját lábnyomaimat fogom gyűjteni. Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla báét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szállított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana.
És haza zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, Kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, maszat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szörcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi, azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darás plombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámbozsárat, nagyozsárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti... Ezt tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárad, abmogzsárav. Ti még el sem indultatok? Meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Tehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét.
Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész.